Együttműködési megállapodást kötött Székely Udvarhely önkormányzata és a Bábesbolyai Tudományegyetem vezetősége. A szerződés részleteit közös sajtótájékoztatón ismertették a város elöljárói és a felsőoktatási intézmény képviselői. Együttműködési keretszerződést kötött a Bábesbolyai Tudományegyetem és Székely Udvarhely önkormányzata. A szerződés aláírása után Gálfi Árpád polgármester, Pálfi Kinga alpolgármester és Markó Bálint a BBTN rektor helyettesek közös sajtótájékoztatón ismertették a keret megállapodás részleteit. Székely Udvarhelyen évente 500 diák végzi el a középiskolát, közülük nagyon sokan tanulnak tovább Kolozsváron, de vannak olyan diákok is, akiknek nincs anyagi lehetőségük erre. A tovább tanulás lehetőségét azonban mindenki számára biztosítani szeretnék. Alapvetően a diákságnak, tehát a középiskolát elvégzőknek jelentős része az Kolozsvárra jön, és ezt helyén valónak is tartjuk nyilván sok szempontból, viszont azt is helyén valónak tartjuk, hogyha utána meg hazamegy például. Ezzel nem haza akarjuk küldeni őket, hanem egyszerűen ez egy jó dolog a helyi közösségnek, hogyha megszerzett tudást hazaviszik. A BBTE és a Székely-Udvarhelyi önkormányzat közötti kapcsolat régebbi keletű, ugyanis itt működik a BBTE kihelyezett tagozatán a legfontosabb magyar tannyelvű óvó és tanítóképzés alap- és mestertagozaton. Ezt szeretnék további képzésekkel bővíteni. Az IT képzés az elég hathatósan elindult, tehát nagyon jól működik, és ennek a tovább lépésében gondolkozunk, és természetesen a Bábesbolyai Tudományegyetem által felkínált új lehetőségek, akár az önkormányzatok számára, akár olyan szakokban, vagy olyan lehetőség, akár az oktatás terén, ami tovább tudja erősíteni a közösségünk számára való lehetőségeket. A sajtótájékoztatón elhangzott, amennyiben sikerül időben akkreditációt szerezni, akkor már ősztől elindítják az informatika mesterképzést Székely-Udvarhelyen.